nem volt olyan tánccsoport, ami hosszabb ideig működött volna, hanem az asszonyoknak a tevékenysége zajlott, ugye mi az ének kórus, és akkor ők szervezték az életet, a székelybálat, és akkor igazából mind a mai napig abból vagyunk, vagy abból nőttünk ki. Egyesületi látogatásra érkezett a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének vezetősége a Garai Székelykörhöz. Az 1945-ben a faluba telepített székelyek a Bukovinából magukkal hozott kultúrájukat, népviselet, ének, zene, tánc, a mai napig őrzik. 1962-ben a helyi asszonyok népdalkört alakítottak, és népviseletbe öltözve énekeltek először bukovinai népdalokat. És egy kölcsönös megbeszélés történik, mi egyesületünk is bemutatkozik. Voltak nálunk mostanában a vezetőségben váltások, tehát fiatalitás volt, illetve az aktualitásokról beszélgetünk, illetve a jövőbeni tervekről. A csoport legfontosabb feladata napjainkban a hagyományok megőrzése és bemutatása a közösség és hazánk lakóinak. A fiatalok megismertetése a székely kultúrával és ezáltal az utánpótlás biztosítása. Mindenképpen jó, hogy eljöttek hozzánk, hogy a párbeszéd megtörténik, hiszen ha átmegyünk egy rendezvényre, egy fesztiválra vagy a fellépésre, mindenkinek van feladata. Nem biztos, hogy le tudunk ülni egy asztalhoz és kötetlenül beszélgetni. Tehát erre sajnos nincsen idő, még ha egy találkozás is az az adott fellépés. És ilyenkor, tehát a mostani eset pedig nagyon jó, hogy eljöttek, van két szabad óránk, többen is jöttek, mi is többen összejöttünk az Egyesület vezetőségéből, és itt mindenki megoszthatja egymással a véleményeit. Ugye a szövetség vezetőségében csupa kitűnő szakember, rutinos, sokat látott tagok vannak, tehát mindenképpen számítunk a meglátásaikra, véleményükre, illetve ha nekünk is vannak jó dolgaink, vagy jó menő dolgaink, szívesen megosszuk velük, és hát a dicséretet is megkapjuk, úgyhogy mindenképpen azért is jó, hogy itt vannak nálunk. A gyerek most sok, ami nem gond, hanem nagy öröm nekünk, de ez gonddal jár. Úgyhogy állandóan ruhákat varratunk, kinövik őket, úgyhogy mindig adnak valamilyen feladatot, de ilyen gondjaink legyenek, tehát örülünk ezeknek a gondoknak. Az idősek sajnos elhalnak, ugye ez a természet rendje, amit mindig sajnálunk, ugye egyre kevesebb él a bukovinaiakból, már szinte alig-alig, és hát ez a gondok közé tartozik, de nem szoktunk panaszkodni, nem is szeretek panaszkodni, úgyhogy mindig bízunk a szép jövőben, bízunk a gyerekekben, az utánpótlásban, és ezért csináljuk és tapossuk a malomkereket. Az egyesületben működik egy asszonykórus és több tánccsoport. Van egy asszonykórusunk, akik a gasztronómiát is ők viszik nálunk, néhány fő kiegészítésével, és akkor énekelnek, illetve van három tánccsoportunk, úgyhogy egy 60 viseletest fel tudunk vonultatni, ha esetleg olyan alkalom van, úgyhogy három csoportban dolgozunk, velünk táncolnak és énekelnek, az énekre is nagy hangsúlyt fektetünk. Egy jó sikerült székelybálon vagyunk túl, farsang le is zárult, ugye a mai napon éppen, és márciusban két gyermekfesztiválra, megmérettetésre megyünk. Az első itt lesz a szomszédban Nagybaracskán, egy gyerek találkozó. Másik pedig március végén Kiskörösön lesz egy minősítő verseny, úgyhogy ott már feladat van a gyerekeknek adva. Várjuk a jó eredményt és a szép élményeket, és tapasztalják meg, hogy milyen egy néptáncverseny, egy néptánc minősítő, úgyhogy arra készülünk. Illetve a többi hónapban pedig már szintén vannak különböző találkozók, falunapi felkérések, külföldi lehetőség előtt is állunk. Nyáron tánctábort, nyári tábort szervezünk, úgyhogy van bőven programunk és feladatunk. Mi az, amivel tudunk és van lehetőségünk változtatni a ti érdeketekbe, hiszen azért van a szövetség, ugye, hogy mindenképpen a közösségeket képviselje, illetve mint ernyőszervezet képviselje és próbáljon programot nyújtani nektek. Fábián Gergé bácsi, ugye, aki volt, illetve most tiszteletbeli elnök, ő valamikor kezdeményezte azt, hogy végül is az elnökségi tagokat úgymond körbevitte mindent. Akkor még talán nem is volt ennyi csoport,
és hogy ismerjék meg ugye, a közösséget, illetve a közösség vezetőit. Na most mi is ebbe fogtunk bele, és most éppen Garára érkeztünk. Most már jó pár helyen voltunk, Szekszárdon, Kisdorogon, meg Hőgyészen, illetve Tevelen. És hát végül is a célja mindenképpen az, hogy egy olyan fajta beszélgetést próbáljunk invitálni, illetve tulajdonképpen létrehozni, ahol azokról a dolgokról is tudunk beszélni, amiről, hogyha nagy közösségek van kint ugye összejönnek, akkor kevésbé van rá idő, illetve mód. Meg hát vannak olyan dolgok, amit talán úgymond egy szűkebb körbe szeretnének megbeszélni. Mindenképpen ugye az elsődleges cél az, hogy megismerjük őket, különösen az új elnökségi tagunk kérése volt, hogy ezáltal föl tudja térképezni azt, hogy tényleg körülbelül milyen korúak a tagságnak az összetevője, illetve mivel foglalkozom, milyen terveik vannak, és hogy milyen problémákkal küzdködnek. És hát természetesen a mi részünkről meg mindenképpen fontos egy olyan visszajelzés, hogy mi viszont mi az, amiben ebben tudunk segíteni, illetve ugye nem anyagi oldalról megközelítve, de mindenképpen a tapasztalatok talán, ha összegyűjtjük azokat, akkor előbbre tudunk jutni, illetve mindenképpen a közösségek javát szolgálnánk. Természetesen mi is igyekszünk ebbe olyan dolgot, illetve programot előkészíteni, ami nekünk is úgymond terve van, illetve valamilyen szinten tehát be tudjuk vonni őket is. Tehát nem kimondottan egy színpadi produkcióra gondolunk, hanem mindenképpen arra inkább, hogy ahol hasonló a beszélgetésekbe közösség ezt igényli, hogy legyenek, ugyan voltak, illetve vannak is, de mindenképpen több lehetőség kellene, ahol meg tudják beszélni, ki tudják beszélni magukból azokat a problémákat, illetve hát tulajdonképpen erősíteni is egymást, hogy bizonyos dolgokon, hiszen most annyi minden ránk jött, ugye itt a vírustól kezdve a háború, meg minden, ami befolyásolja az embereknek a mentális mindenképpen, és hát ezen valahogy túl kellene lépni. Most én úgy gondolom, hogy egy közösségnek, ha van programja, akkor mindenképpen ez tud segíteni ebbe. És hát bármennyire is nehéz, de én látom és bízok benne, hogy a fiatalokat is be tudjuk vonni, és olyan programokat ellátni, illetve támogatni olyan programokat a közösségek részére, amelyek segítenék ezt, akár gondolok néprajzi táborra, vagy olyan kézműves programokra, ahol a szülővel együtt lehetne ezt tulajdonképpen megoldani és segíteni.